Üdv prepperek és túrázók! Ebben a mai videóban ezt az Alpowers PB100-ast és a PB65-ös powerbankját szeretném nektek megmutatni. Ezeket a powerbankokat lassan a negyedik hónapja nyüstölöm, és rendkívül meg vagyok velük elégedve, mert mind a kettő meggyőző üzemidővel rendelkezik. Ugye a nagyobbik testvér nyilván ugye egy nagyobb 100 wattnyi energia leadására képes, a kisebbik ugye 65 watt leadására képes. Na gyertek, és megmutatom közelebbről. Az akkumulátorok alumínium fémházba kerültek beépítésre, és mind a kettőt ellátták egy kis töltés visszajelzéssel, ami nem csak azt jelzi, hogy hány százalék töltöttségi állapotban van az akkumulátor, hanem a kimenő feszültséget, illetve a bejövő feszültséget is képes mérni. Amint láthatjuk, a kisebbiken is 2 darab USB-C ajzat található, és 2 darab USB-A. Ezek az USB-ák is képesek 12 volt leadására 2 amperen. Itt láthatók a specifikációk. Ugye ez a powerbank, ez 16.000 mAh, és USB-C-n képes leadni 20 voltot 3,2,5 amperen. Az USB-A az pedig 12 volt másfél amper, de 5 volt 3 amperrel is, tehát gyors töltésre is alkalmas ez a pici powerbank. Mind a két powerbankhoz kapunk egy-egy USB-CC kábelt, amivel könnyedén tudjuk a gyors töltési képességét kihasználni. És itt látható az Alpowers PB100-as, ő egy lényegesen nagyobb kapacitással bíró, mint a kis testvére, a 65-ös, ugyebár ez a méretéből is látszik, tehát majdnem duplázódik a mérete, de cserében kapunk 24.000 mAh, ami 100 wattra képes, 20 volton 5 amperrel képes tölteni, tehát ez már igazán jó teljesítmény, laptopba, egyéb eszközökbe kiválóan megfelel. Ugye, amint látjátok, kaptunk egy ilyen kicsi hordfület, amit lehet így is hordani, lehet így is felakasztani. Van benne egy nagyon erős, 3 fokozatba állítható LED világítás, ami SOS és Morzé jeleket is képes leadni. És akkor megmutatnám ennek a Alpowers PB100-asnak a következő hasznos részét. Ha youtuber vagy, vagy szeretsz kamerázni, hosszan rögzíteni állványon, ugye akkor nyilván magát az eszközünket el kell látni folyamatos feszültséggel, és például ez a kialakítás, ez a kis bőr, kis akasztó kifejezetten alkalmas arra, hogy magát az állványt azt így szépen lesúlyozzuk, vagy ha youtube-olsz és kevés neked a fény, akkor például be tudod állítani, hogy ez a kis fény, ami benne van, ez szépen neked szóljon, és akár esti felvételeket is tudsz csinálni, úgyhogy beállítod magát a fényt. Természetesen mind a két powerbankot lehet hálózatról tölteni, de így túránál ugye ez sok esetben nehezen megoldható, ezért aztán van egy mobilis vízhatlan kis szolárpanel, ez 21 wattos, ez az Alpowersnek a szolárpanelje szintén, és ez könnyűszerrel fölaplikálható a biciklinek a csomagtartójára, így aztán menet közben is lehet tölteni, és nem probléma a szemerkélő, csöpörgő eső sem, mert maga a panelnak a kialakítása úgy van kialakítva, hogy vízhatlan. Ezt az egy kis töltő csatlakozót kell védeni, egyébként ez 2 darab USB-A csatlakozóval van ellátva, természetesen vízzáró dugallyal. De szeretném megmutatni ezt a szolárpanelt is, ez egy picire összehajtható 100 wattos szolárpanel, képes 20 volton is leadni 5 ampert, így aztán könnyűszerrel ezt a powerbankot
iszonyú gyorsan meg tudjuk tölteni. Na de nézzük is meg! Ez a szolárpanel, mint láthatjátok, össze van csukva, több darab pici panelből áll, és ez igazából, mivel hogy polikristályos, egész nyugodtan lefektethetjük, nem kell más tennünk, mint a csatlakoztatni kell a egyes C-portra az eszközünket, illetve itt ezen a töltés vezérlőn az USB-C lehetőségre. Természetesen tűző napon nem szabad kinhagyni a powerbankot, nem tesz neki jót, be kell rakni ide alá árnyékba, minimum. 19,1 volt és 2,5 amper. Ezzel szép hamar föl fog tölteni. Na, rakjuk is vissza az árnyékba. Ügyesen egy vezetéken keresztül ebbe a kis telefontartóba be tudjuk rakni ezt a powerbankot úgy, hogy közben megy a töltés a szolárpanelről, és közben pedig tulajdonképpen egy időben tudja tölteni a telefonunkat is, mert akkor itt hátul kivezetjük, és akkor tölti a telefont is. Nos, összegezve, mind a két eszköz nagyon jó. Én azt gondolom, hogy célszerű mind a kettőt megvenni. Ezt azért, mert hogy kompakt, kisméretű, és tényleg útközben is könnyedén tudod tölteni, könnyen el tudod rejthetni. Ez pedig estére a tablethez, laptopodhoz célszerű beszerezni. Most jelenleg hamarosan jön az apák napi kedvezmény az Alpowersnél. Ha az én kuponomat használjátok, a Prepper Papa nevet, akkor plusz kedvezményt kaptok az apák napi kedvezmény felett. Ha most készültök kirándulni, akkor rendeljétek meg, pár nap, amíg megérkezik, 8-9 nap a bevett érkezési idő, tehát ezt egyébként Németországból postázzák vámmentesen, és ami nagyszerű még, hogy a feltüntetett árak, azok már tartalmazzák a postadíjat. Ha pedig tetszett ez a 100 wattos szolárpanel, akkor ajánlom ezt is, hogy vegyétek meg, kicsi, kompakt méretű, 100 watt, direktbe is lehet tölteni laptopot, telefont, gyors töltés. Ha tetszett ez a videó, akkor kérlek, támogasd egy lájkkal. Ha nem vagy még feliratkozva és érdekelnek hasonló témák, prepperségről, szakácskodásról, urbexezésről és outdoor témákban, akkor ne felejts el feliratkozni, nyomj el a kis csengőt is, hogy értesülhetsz a legújabb felvételekről. Addig is erőt, reménységet, sziasztok!